A rendőrség felvételein is jól látható, hogy szinte teljesen összetört az a két autó, amelyek a 6-os számú főúton Bonyhád térségében ütköztek össze néhány napja. Kettő személygépkocsi ütközött a 6-os számú főút 152-es kilométer szelvénye közelében. Egy Alfa Romeo vezetője Bonyhád térségeiből Szekszárd felé közlekedett, amikor az idáig ismeretlen okból áttért a szembe lévő forgalmi sávba, ahol neki szemben szabályosan haladt egy Opel típusú személygépkocsi. Az autók szerencsére nem frontálisan ütköztek, hanem mindkét kocsiból eleje ért össze. A balesetben 5-en sérültek meg, vannak, akik súlyosan. Az Alfa Romeo-ban 4-en utaztak, 3 tolnai és egy fácánkerti férfi, mind a 4-en súlyos sérüléseket szenvedtek, a jármű vezetője súlyos életveszélyes sérülésekkel került kórházba. Az autóban hátulutazó két személy a biztonsági övét nem használta. A szembe szabályosan közlekedő Opel vezetője, egy 100 fári férfi szintén súlyosan sérült meg a balesetben. Az eset körülményeit a Bonyhádi rendőrkapitányságon vizsgálják, ahol közúti baleset gondotlan okozása vétség elkövetésének gyanúja miatt indítottak eljárást.